Sárga túró és kalács. A húsvét elmaradhatatlan ételei, amelyeket akár a sóstói múzeumfaluban is megkóstolhatnak majd az érdeklődők a 4 napos rendezvényen. Ennek egyik kiemelt eseménye lesz a korábban meghirdetett tojásdíszítő verseny eredmény hirdetése. 80 tojás érkezett a felhívásra, ezekből nyílik majd kiállítás a zsűri értékelése után. A legmesszebbről több mint 500 kilométerről a Gyimesből is érkezett pályamunka. A különleges kiállítás mellett a hagyományőrző programok sem maradnak el. A nagypéntek és a nagy szombat az viszonylag csendesebb, és még az igazi böjthöz kapcsolódik, és igazából vasárnap és a hétfő már hangosabb, de ez nem jelenti azt, hogy ebben a két napban, ebben a nagypénteki, nagy szombati időszakban nem érdemes kijönni a múzeumfaluba. Olyan hagyományt őriznek egyébként ezáltal, külön, amelynek ugye nem csak egyházi vonulata van, azon nyugszik, de van egy nagyon erős néprajzi, néphagyományokat megőrző és átadó jellege. Én ezt tartom egyébként a legfontosabbnak a mai változó világban, hogy vannak olyan standardek és vannak olyan hagyományok, amelyek öröknek tűnnek, és örökök is maradnak. Csak az embereknek a mindennapjaiból így vagy úgy kikopnak, vagy megváltoznak. Ezért érdemes ezeket időről időre feleleveníteni. Ilyen kikopó félben lévő hagyomány például a kántálás. Kevesen tudják, de nem csak karácsonykor, húsvétkor is szokás volt ez a falvakban. Szatmár és Bereg községeiben volt jellegzetes ez a szokás. A kántálás, mint olyan, az egy énekes, bőség, termékenység varázsló szokás, aminek jellegzetessége, hogy nem változik az ének. Mindig ugyanazt az éneket éneklik. Ez körülbelül azt gondolom, hogy egy ilyen 100 évre visszamenőleg működőképes volt a szatmári falvakban. Legények összekapaszkodva járták a lányos házakat. Nem csak a saját szeretőjükhöz mentek és a rokonokhoz, hanem illő volt minden lányt megkántálni a faluban. Mi azt jelentette, hogy akár a portán vagy a lakóház előtt megálltak, elénekelték a nótát, és ezért cserébe a lányok párosával adták a hímeseket a legényeknek, amelyeknek a színe természetesen valamilyen természetes színezék által, de általában a piroshoz közelítő szín volt, vagy megírták, vagy csak hímes tojást kaptak, és ez volt tulajdonképpen az ajándék. Nem is mentek ki a házból, csak az ablakon keresztül adták át a hímes tojást. Vízbevető hétfőn, amikor locsolkodtak, akkor viszont nem járt a hímes tojás. A húsvéti hagyományok megidézése mellett egy különleges kiállítással is várják az érdeklődőket a múzeumfaluba. A Szolnoki Damjanics János Múzeumban dolgozik egy nagyon aktív kollega, Benedek Csabának hívják, és ő nagyon különleges peremterületekkel foglalkozik. Az ő kezen nyomán és kutatása nyomán született egy gyűjtemény, és íródott egy könyv, ami a paraszti praktikákat mutatja be. Főleg a férfi munkáknál van az, hogy egy férfinak nagyon leleményesnek kell lenni, hogy egy feladatot ellásson, mondjuk azt rotakapálni, vagy egy olyan szerszámot előállítani, ami a napi tevékenységét megkönnyíti. Na hát ezek a paraszti praktikák eszközökben is megtestesülnek, és vannak olyan mekkelek mesterek, akik ezeket gyártják. Talált ilyen embereket Szolnok megyében, és ebből a gyűjteményből hoz egy csokorra valót a múzeumfaluba, mutatja be tárlatán keresztül, hogy a paraszti leleményesség milyen fontos volt, és mennyire sok pénzt tudtak megspórolni azzal, hogy nem vásároltak egy újat, hanem átalakítottak egy régit. Ez a kiállítás május 10-ig lesz látható a Jármi kiállítóteremben. Húsvét vasárnap már 10 órakor kezdődnek a programok a sóstói múzeumfaluban az Aranyszalma tánc együttes műsorával, és délutánig nincs is megállás, sőt, hétfőn is hasonlóan színes kavalkád várja a látogatókat.